Sziasztok! Következő unboxing videómba egy AlphaCore Aspire 360 processzor hűtőt fogok kicsomagolni, fekete színű, mint a dobozon is láthatjuk. Következő foglalatokhoz jó. Intel Socket Agia 2011-2013 1366, 1156, 1155, 1151, 1157-75 AMD-ből FM1, AM3 plusz, AM3, AM2, G34, C32, 604, 771, de egyébként elvileg ez jó AM4, AM5-höz is, csak az nincs ráérve, mert nem csináltak neki új dobozt. Ez egy német hűtő, ez az AlphaCore, itt is van, designed in Germany, made in China, szóval amúgy kínai. Itt a weboldalú címe, a doboz hátulán ugyanez van, érdekes, mint a az előső oldalán, szóval semmi extra, de bontsuk is ki, és akkor nézzük meg, milyen belülről. Nos, szóval a doboz tetejét felnyitva, esküszöm, egy 5 percig kilóttam, úgy így nyílik. Egyszer nem is tudtam, hogy hogy kell ezt kinyitni. Egy ilyen leírás tárul elénk. Meg egy ilyen szivacs, alatta vannak a dolgok, de menjünk sorjába, először is nézzük meg a leírást. Nos, szóval itt van a képen, mondjuk én 360-at vettem, ez csak egy kettes. Van német, francia, de érdekes, hogy angol, az nincs, vagy mi. Na mindegy. Itt vannak a csavarok, a szerelékek hozzá. És ahogy én kiszúrtam itt az első oldalt, vagyis a, mit tudom én, ötödik oldalt, itt már AM4 is ott van. Szóval tényleg elvileg tartalmaz AM4-et is. Mondjuk 2077, vagy mi is az új Intel foglalat, tehát ezt nem tudom, azt nem írja. De ez minket most nem is érdekel. Itt valahogy kell összeszerelni, nem tudom, hogy pasztát adtok-e hozzá, vagy adnak-e. Itt a képen van valamilyen, de hát ez nem biztos, hogy adnak hozzá, de nézzük meg hát, ha adnak, és jó arcok voltak. Szóval itt van a hűtő. Na, hát kiszedem. Na, szóval itt van a maga a komplett jó hűtő, hát most nem bontom ki az egészet, mert most nem szerelem be, csak egy unboxingot csinálok. Így néz ki az alja a cuckombóna. Hát nem tudom, ebbe van víz? Hát reméljük, hogy van, nem nekem kell beletöltögetni. Egyébként ezt a bővíthető, azért is vettem ilyet. Még azt nem tudom, hogy kell, de majd rájövünk. Adtak hozzá egy ilyen ventilátort. Hát ezt nem ezt fogom használni, vettem hozzá külön. Hát három van hozzá, még van kettő a dobozba. Icewind 12-es, 1700 fordulatú, azt írja. Szóval három ilyen van hozzá. Semmi LED meg ilyenek. Ja, és itt van egy ilyen kis kiegészítések. Ebbe kéne benne lenni a cuckombónak, ezt most visszarakom, és akkor jövök vissza. Nos, szóval a szerelékekbe, vagy a kiegészítésekbe volt egy ilyen elosztó, ez a ventilátoraiknak az elosztója, adaptere. Itt vannak különböző csavarok, és akkor itt van az Intelhez a szerelék. Socket 2011-hez van itt. Ezt kibontom, megnézzük. Van benne LGA 1007-es szerelék, szóval szerintem ez a legújabb izékhez is jó, Intelhez is jó. Mert szerintem ez a legújabb. Nem tudom, mert nekem AMD van, de nekem úgy rémlik, hogy igen, ez az 1007-es a legújabb. Szóval ez ahhoz is jó. Szerintem. Na de a másik, ami minket érdekel, a Ryzen 4, vagyis a Ryzen 4, AM4 Ryzen procikhoz. És van szerelék, szóval benne van. Érdekes, csak két csavar fogja, vagy hogy van ez, nem tudom. De a fő látványosság a Sub-Zero hűtőpaszta. Ilyen jó kis találó név, ez a Mortal Kombatból, szerintem a fagyasztós csávó, ha jól tudom. Szóval ez elég vicces, mondjuk nem sokat adtak hozzá, mert ahogy nézem, ez a kinyomókája már nem sok van benne, szóval szerintem ez csak egy adagra való, de akkor is legalább adtak hozzá. Na, szóval ez lett volna ez a kis unboxing videó.
Hát remélem, ezt rá van töltve vízzel, mert nekem eddig úgy tűnt, hogy nincs benne, de majd kiderül. Na jó, van, tetszenek a videóim, amikor iratkozz fel a csatornám, és semmi lájkot. Sziasztok!